Ilyen filmeket vár a szerkesztőbizottság idén a Forgassa Földért játék keretében. 2004-ben Magyarország Európai Uniós csatlakozásának tiszteletére indult útjára a játék, melyben a résztvevő kreativitása szab csak határokat az alkotásoknak. Kinyi Gábor producer a Covid-járvány idején is tető alá akarta hozni a játékot, melyre ezúttal a Föld számos pontjára érkezhetnek jelentkezések. Vannak úgynevezett pontok, amiket be kell építeni a filmbe. Lehet, hogy egy kék papírlap, vagy egy törött, nem tudom, tányér, de a játékban résztvevőknek ezt be kell építeni a maximálisan egyperces filmjükbe, és ezt a rajt pillanatában tudják meg. Tehát ez akkor fog megjelenni az ő időzónájuk, illetve a címükön, a regisztrációs címükön meg fog jelenni ebből három, amiből egyet bele kell építeni a filmbe. A zsűri ezúttal is nemzetközi lesz, és az idei téma a környezetvédelme. A programsorozat zsűriében olyan neves szakemberek vettek részt, mint Igyazsi Mencel vagy Jancsó Miklós. A jelentkezéseket április 17-én 10 óráig lehet benyújtani az indulóknak, mindenkinek a saját időzónája szerint. És ekkor veszi kezdetét a nemzetközi filmes játék, a Forgassa Földért.